Yugi egy 3-tól 10 főig játszható kártyajáték, amelyben a játékosoknak szokatlan pózokat kell felvenniük, és olykor a kártyák is meglepő helyekre kerülnek. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, 54 műanyag kártyát és 2 tárolót. A kártyákat keverjük meg, képezünk belőlük 2 paklit, azokat helyezzük a 2 tárolóba úgy, hogy mindenki számára könnyen elérhető helyen legyenek. Az lesz a kezdőjátékos, aki a legkiegyensúlyozottabb, és a játék az óramutató járásával megegyező irányba halad. A sorra kerülő játékos húz egy kártyát valamelyik pakli tetejéről, és megnézze, hogy mi van azon. Olvassa fel a kártyán lévő feladatot úgy, hogy mindenki jól hallja azt, majd hajtsa végre a kártyán olvasható utasítást úgy, hogy közben a korábbi feladatokat is teljesíti. A játékosok első körében ilyen még nincs, így tehát csak azt az utasítást kell végrehajtani, amit a kártyán olvasnak. Ez a kártya azt mondja, hogy egy ujjad érintse a hónaljadat. Ennek a kártyának a tetején zöld kéz látható, az a játékos, aki felhúzta, maga elé helyezi, hogy jól látható legyen, mi az a feladat, amit teljesítenie kell. Tehát a játékos, aki ezt a kártyát felhúzta, maga elé helyezi, és egy ujját hozzáérinti a hónaljához. A tőle balra ülő játékoson a sor. Ő is húz egy kártyát, felolvassa, mi van azon, majd végrehajtja. Azok a kártyák, aminek a tetején narancssárga kéz van, és fehér körvonalban látszik a kártya is, nem a játékosok elé kerülnek, hanem a kártya magának a feladatnak a része. Itt az olvasható, hogy ez a kártya fedje az egyik szemedet. Tehát aki ezt a kártyát felhúzta, rárakja a szemére, és ott tartja, ameddig csak tudja. Következő játékoson a sor, húz egy kártyát, ez zöld kártya, tehát maga elé helyezi. Látszódjon a felső fogsorod, ezt innentől kezdve a játék végéig teljesítenie kell, tehát ki kell villantani a felső fogsorát, és az látható kell, hogy legyen a továbbiakban. Újra ezen a játékoson a sor, egy újabb kártya, ami maga elé kerül, mutas a jobb hüvelykújjaddal lefelé, ezt tehát úgy kell megoldania, hogy az előző feladatok is még érvényben vannak, az a játékos következik, akinek a szemén kártya van, itt azt írja, hogy ez a kártya érintse a jobb szemöldöködet, így ezt a kártyát is felveszi, és a jobb szemöldökéhez illeszti, ezen a játékoson a sor, ez a kártya legyen az állad és a mellkasod között. Tehát miközben a felső fogsora látszik ennek a játékosnak, beilleszti ezt a kártyát az állad és a mellkasa közé, és ez így megy tovább, legyen ez a kártya a jobb válladon, és amint egy játékos nem tudja az összes addig felhúzott kártyáját teljesíteni, akár csak egy pillanatra is, azonnal kiesik. Helyet és testhelyzetet változtatni bármikor lehet, de közben be kell tartani a kártyák utasításait. És ha valaki nem képes újabb kártyát húzni, amikor sorra kerül, akkor is kiesik. A játéknak pedig akkor van vége, ha már csak egy játékos marad játékban, ő nyert. Azonban azonnal jöhet a visszavágó. Van egy úgynevezett szadista játékverzió, ilyenkor minden játékos még az előkészületek során kap 2 kártyát képen lefelé, a többi labból pedig ugyanígy 2 paklit kell képezni, és amikor valaki sorra kerül, akkor az egyik nála lévő kártyát olvassa fel hangosan, majd tegye egy másik játékostársa elé. Ennek a játékosnak kell az utasítást végrehajtania. Ezt követően pedig húz egy másik kártyát a kezébe. Az a játékos következik, aki a felolvasott kártyát megkapta, vagyis a játék mindig az aktuális áldozatnál folytatódik. Aki utolsónak marad játékban, nyer. A játékot továbbiakban lehet csapatként játszani. Ha sok játékos gyűlik össze, akkor alkossunk 2-3 fős csapatokat, és mind az alap, mind a szadista verziót játszhatjuk. A csapat bármelyik tagja húzhat vagy adhat kártyát, és a csapat valamelyik tagjának mindenféleképpen kötelessége végrehajtani az utasítást. Egy csapattársadat bármikor leválthatod, és ő is téged leválthat, és elvégezhetitek egymás helyett a feladatokat. Nem szeretném a felfedezés örömét elrontani, így nem mutatom meg az összes kártyát, de néhányat még felcsapok. A Yugi egy vérbeli parti játék. A kártyán látható illusztrációk viccesek, egy idő után pedig az összes felhúzott kártyának az egyidejű végrehajtása egyszerűen lehetetlenség. A játék végére pedig szem nem maradt szárazon.